Itt van velünk Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke, EP képviselője. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Tehát három témát ígértem. Az első, hogy a parlament mai egyik napi rendi pontja, most idézném, mert nagyon kacifántos, jelentés az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának a baloldal magyar érdekkel szembeni brüsszeli politikai akcióinak a feltárását célzó vizsgálati tevékenységéről. Szóval pestiesen ez valami olyasmi, hogy mit tett a baloldal vagy az ellenzék a magyar érdekkel szemben, milyen hazaárulások történtek. Ön szerint mi a jelentőség egy ilyen jelentésnek? Ennek ugye mind az időzítése, mind a címe, mind a tartalma eléggé árulkodó. Tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy ezt Rogán Antal szerezte, Dajcs Tamás rendezi, és hát az Európai Ügyek Bizottságának a fideszes politikusai pedig a statiszták ehhez a nagyszerű napirendhez. Amit hát, hogyha valaki tartalmában szeretne megismerni, vagy ennek a mélységeit, annak javaslom, hogy George Orwellnek az 1984-ét olvass el, ami tehát minden bolsevik típusú rendszer tanulmányozása az elengedhetetlenül szükséges, a NER megértéséhez is. Ez most nyilván arról szól, hogy mindenki, aki nem a Fidesz, az hazaáruló és a nemzet ellen cselekszik. Ez a régi fideszes narratíva, amit Finkelstein meg Rogán Antal boszorkány konyhájában találtak ki. Szerintem ez az egész nevetséges és méltatlan. Tehát nyilván nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy ezt a kezdeményezést se a bizottsági szinten, se a plenáris szintjén a Jobbik konzervatívok nem tudja támogatni. Nyilván. Egyébként, tehát ennek van egy tartalmi része is, többen mondták azt, hogy az egy teljesen legitim elvárás, vagy célkitűzés, inkább így fogalmaznék, hogy az uniós pénzek ne feltétlenül mindig a kormányhoz kerüljenek, hanem hogy közvetlenül juthassanak önkormányzatokhoz, NGO-khoz, tehát nem kormányzati szervekhez, civilekhez. Ön 22-ben tett egy ilyen vállalást, hogy ezért fog lobbizni. Ennek vannak kézzelfogható eredményei? Abszolút, de azért ugye erre visszatérve, tehát itt ugye ez onnan indult ez az egész történet, hogy a Momentumnak a képviselői ugye büszkékedtek azzal, hogy ők mindent megtettek annak érdekében, hogy Magyarországra ne jöjjenek pénzek. Ez lehet egy legitim törekvés, mi ezt nem osztjuk. Mi mindig is azt mondtuk, hogy Magyarországnak ezek a források járnak, és ne büntessék a magyar lakosság egészét csak azért, mert a kormánya olyan, amilyen. Tehát mi éppen ezért képviseljük azt az álláspontot, például a Momentumtól, meg a DK-tól eltérő álláspontot, hogy ezek a pénzek érkezzenek meg Magyarországra, de az önkormányzatok közvetlenül pályázhassanak rá. Nem véletlenül Róna Péterre, az EP listavezetőnk, azzal készül ki Brüsszelbe, hogy kidolgozzon egy olyan rendszert, amelynek eredményeképpen az önkormányzatok közvetlenül pályázhatnak, alávetik magukat önszántukból az Európai Ügyészség vizsgálatának, annak érdekében, hogy a korrupció kapcsán az Európai Unió megnyugodjon, és ilyen módon közvetlenül hívhassanak le az Európai Uniótól forrásokat. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a helyes megoldás, mi mindig is ezt képviseltük, mi azt mondtuk, hogy ezek a pénzek igenis járnak Magyarországnak, de értjük az európai adófizetőknek az aggodalmait is azzal kapcsolatban, hogy ezt Orbán Viktornak adják. Igen, a kérdésem az volt, hogy ez mennyire sikerült, mert ez egy 22-es idézet öntől, tehát hogy az elmúlt másfél évben ennek vannak jelei, hogy le lehet hívni uniós pénzeket közvetlenül önkormányzatok számára, civilek számára? Vannak keretek, amiket az Európai Unió ma is önkormányzatok lehívhatnak, ezeket a kereteket kellene bővíteni, hogy, és ez meggyőződésem szerint ugye nem csak Magyarországnak lenne jó, hanem az önkormányzatok is így sokkal autonómabban tudnának működni, hogyha nem attól a NER által kreált hierarchikus rendszertől függenének, hanem közvetlenül tudnának az Európai Uniós forrásokhoz hozzájutni. Ez eddig is egy létező gyakorlat, de ezt a keretet kellene bővíteni. Róna Pétert említve már akkor át tudunk csatlakozni vagy kötni az európai parlamenti választáshoz. Hát a közvéleménykutatások alapján most nem delegálhatnának képviselőt, úgy tűnik, tehát nem érnék el az 5%-ot. Szerkesztő úr, minden egyes választás előtt azt a játékot játsszuk, hogy különböző pártok által kitartott közvéleménykutató cégek, amelyeknek még soha egyetlen egy jóslata nem jött be az elmúlt 30 évben, azokra hivatkozva a médiában azért kell magyarázkodnunk, hogy mi lesz, ha a Jobbik nem jut be, és 20 évesek elmúltunk, és még mindig itt vagyunk. Én nem ezzel foglalkozom, hogy a különböző
pártok, közvéleménykutató cégei mit méricskélnek egyébként egy olyan helyzetben, amikor nincs élő elemző, aki mérni tudná azt, hogy per pillanat mi a szavazási hajlandóság. Mi azzal foglalkozunk, hogy két hétig az utcán lévén felmérjük azt, és felmértük, hiszen az ajánlásgyűjtés után összegyűjtöttük a 20 ezer ajánlást becsülettel, szorgalommal. Azt néztük, hogy mi a választóknak a terepen a véleménye, és szerintem ez sokkal reprezentatívabb, mint az, amit a különböző közvéleménykutató cégek méricskélnek. Bejártuk az összes magyar megyét, jelen voltunk mindenhol, és azt tapasztaltuk, hogy Róna Pétert ismerik, kedvelik, és igenis a tiszavirág illetű messiásvárás hoz képest, igenis van igény a mély szakmaiságra és egy hiteles életútra is. Nem tudom, hogy a messiás várásnál Magyar Péterre utal, de még egy percünk lévén azt hadd kérdezzem meg, hogy írt ön Magyar Péternek egy levelet, amiben azt írja, hogy neked küldetésed van, így fogalmaz, hogy hallod-e te Magyar Péter, neked küldetésed van, és az a lényeg, hogy ébressze fel a Fidesz szavazókban a kétséget, és hasson oda, hogy minél többen távozzanak a maffiából. Erre a levélre kapott ön választ Magyar Pétertől? Nem kaptam választ, de nem csak a szavazókat kellene megszólítania, hanem azokat az embereket, akik a NER-t tizen akárhány éven keresztül élvezték, annak minden gyümölcsét, nekik kellene, hogy hidat építsen Magyar Péter, és a saját példáján keresztül megmutassa azt, hogy igenis a NER legbelsőbb köreiből van kiút, és hallgassanak a lelkiismeretükre, hiszen nagyon sok olyan ügyész, köztisztviselő, jogász, bíró, nem tudom én kicsoda van a NER rendszerén belül most, aki a saját lelkiismerete helyett, és a nemzet előttet esküje helyett a NER-t szolgálja. Fél percünk maradt, ön, mint európai parlamenti képviselő nyilván sok információval rendelkezik arról is, hogy milyen visszhangja volt a kínai elnök budapesti látogatásának. Ez a budapesti látogatás a Xi Jinpingnek alapvetően egy hamis narratívának a fújásáról szól. Xi Jinpinget a kényszer hozta Európába, mégpedig az a kényszer, hogy Kínában van egy elképesztő méretű ingatlan lufi, amit már 30-40 éve fúj a kínai gazdaság. Ez még alapvetően abból az időkből származik, amikor a kínai állam óriási mértékű földeket adott a helyi önkormányzatoknak azért, hogy hitelt tudjanak lehívni, a föld a fedezete ezeknek a hiteleknek, ezeket a hiteleket lehívják, és ezt ingatlan piaci befektetésekbe tolják. Na most ez 30-40 éve megy a lufi, 26%-ot meghaladja a kínai GDP-nek az ingatlan piaci befektetéseknek a száma, és jelenleg nincsen kapacitás, ami ezt felszívja. Tehát Xi Jinping azért turnézza Európát, mert itt van fizetőképes kereslet, és egy óriási export offenzívával szeretné ezeknek a bedőlni látszó hiteleknek a fedezetét megszerezni. Orbán Viktor pedig az a politikus, aki hát elhiszi azt, hogy itt majd Kína a nyugat helyére fog tudni lépni, egyfajta trójai falóként működik az Európai Unión belül. Xi Jinping is valószínűleg tudja, hogy Orbán Viktor el van szigetelődve a nyugati szövetségesei körébe az Európai Unión belül, de július 1-től ő veszi át az Európai Unió soros elnökségét, azért jött lobbizni, hogy próbáljon meg Kínának valamilyen módon szállást csinálni. Lános. Az Európai Unión belül, és trójai falóként vétózni, amit még meg lehet meglátjuk, vétózni, hogy ez lesz. Erről szól. Gyöngyösi Márton, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.